Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Azt szeretném kérni minden egyes hévízi polgártól, hogy látjuk azt a háborús helyzetet, ami ma uralkodik, ezt a szomorú helyzetet, és Hévíz városában is vannak már Kárpátaljáról, Ukrajnából menekült személyek, családok. Viszont nem biztos, hogy mindenkiről tudunk. Az önkormányzat egy koordinációs szerepet tölt be, vagy szeretnénk betölteni, hogy az emberek, az ide menekült emberek, vagy az itt elszállásolt emberek megfelelő ellátást, információt és egyéb minden dolgot megkaphassanak. Ezért arra kérnék mindenkit, hogy a megadott telefonszámon, illetve e-mail címen jelezzék számunkra, ha bármiféle probléma, vagy bármiféle felajánlás van. Számos ponton és számos szervezet gyűjt különböző adományokat. Ezekért köszönet jár ezeknek a szervezeteknek, magánszemélyeknek. Mi, ahogy mondtam, egy koordinációs szerepet szeretnénk ebbe betölteni, hiszen vannak olyan emberek a menekültek között, akik adott esetben csak egy-két napot töltenek itt, de látjuk már most is, hogy vannak olyan családok, éppen most is egy 20 fős családtól jöttem el, akik huzamosabb ideig fognak itt tartózkodni. Tehát bárkinek bármiféle szállás lehetőséget ajánl föl, vagy bármiféle adományt, vagy bármiféle információra van szüksége, vagy egyáltalán csak tud róla, hogy a szomszédjában, a másik utcában várhatóan, vagy már adott esetben vannak itt családok, vagy olyan személyek, akik adott esetben segítségre szorulnak. Ezeket az információkat, ha lehetőség szerint juttassák el hozzánk. A hivatal telefonszámon a polgármesteri titkárságon a 83-as körzet 508-12 telefonszámon tudják ezt jelezni, illetve a kabinet@hevizph.hu e-mail címen. Mi azonnal megkezdjük az intézkedést, ahogy eddig is tettük az elmúlt napokban, és segítünk, legyen szó adott esetben gyógyszerről, élelmiszerről, szálláshelyről és egyebekről. Tehát arra szeretném még egyszer mindenkinek a figyelmét felhívni, illetve azt szeretném kérni, hogy ezeket az információkat juttassák el hozzánk, hogy mi a megfelelő koordinációt a megfelelő hatóságokkal, és természetesen, hogy tudjunk segíteni ezeknek az embereknek, akár a továbbutazásuk van, vagy bármiféle problémájuk van, juttassák el hozzánk. Szeretnénk ezt valamiféle szervezett módon megoldani, mert azt látjuk, hogy adott esetben nem szeretnénk, ha félrecsúsznának ezek a szervezések, vagy valaki nem kapná meg a megfelelő segítséget. Úgyhogy még egyszer kérek mindenkit, hogy ezekre a megadott telefonszámra, illetve e-mail címre ezeket az információkat eljutatják, akkor mi megtesszük a megfelelő intézkedéseket. Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét, az eddigi segítségét is, és mindenkinek szép napot kívánok, illetve még egyszer szeretném megköszönni a segítségnyújtást mindenkinek.